Jó estét kívánunk a szombati televízió nézőinek. Az időjáráshoz mi is próbálunk alkalmazkodni azzal, hogy egy kicsit kitavaszodunk. Rengeteg növény van itt körülöttünk. A mai adásban többek között ezekről is szó lesz, hiszen az időjárás is úgy tűnik, hogy talán tavaszba fordul. Nem talán. Fordult. Pont. Tavaszba fordult. Hát, és az is marad. Reméljük, hogy ez Esztinek igaza lesz. Mi az biztos, hogy virágokkal készültünk, ezekről is szót ejtünk tehát a mai műsorban, de nem csak erről. Hiszen a biciklizésről is beszélgetni fogunk, illetve még a kutyusokról is. Miért is? Hát, hogy miért? Hát az majd most kiderül, miután beszélgetünk Csolányi Horváth Krisztinával, a Fekete István Állatvédő Egyesület elnökével. Jó estét kívánok! Szia, Kriszti! És hát már van egy kutya az öredben, aki tulajdonképpen el is aludt. Pedig azt mondtad, hogy ez ő egy aktív kutya, igen, de hál' Istennek most itt tolerálja a körülötte lévő nyüzsgést. Mit lehet tudni róla? Hát ő Manna, egy olyan 5,5-6 hónap körüli kis foxi kislány. Őt úgy találtuk januárban, Ikervár és Sárvár között volt kirakva a hidegbe egy erdő szélen. Senki nem kereste, valószínűleg nem magától került oda, mert lakott területtől elég távol volt. Aztán ahogy hozzánk került, nagyon komolyan beteg lett, 2 hétig infúzión volt, de most már teljesen rendben van, meggyógyult, és szerető családot keres. Főleg olyan családot, akik tisztában vannak azért egy foxinak az aktivitásával, tehát ő egy borzasztó mozgékony, hiperaktív kutyus, ez így nehezen hihető róla, de én tudom, hogy otthon mit pörög össze a többi kutyával. Tehát olyan családot keres, aki egy aktív, kiránduló, sportos, mozgékony, és tehát magának, az egész családnak olyan az élete, hogy egy ilyen pörgős kutyus beleférne. Amúgy egy nagyon intelligens, okos, tehát a foxik amúgy is ugye nagyon értelmes, jól tanítható kutyusok, de hát kizárólag lakásban tartással, mert jelenleg ágyban alvós a lelkem. Úgyhogy így udvarra, meg házat őrizni nem adjuk örökbe a kutyust, hanem csak családtagnak. Gyerekekkel jól kijön egyébként? Hát mivel borzasztó játékos, ugye viszi a labdát, viszi a kutya játékait, tehát biztos, hogy nagyobb gyerekek, tehát pici gyerekek mellé nem ajánlanánk, mert azért ugrálós, de mondjuk ilyen 8-10-12 éves gyerekek, akik már megértik, hogy hogy kell egy kutyussal bánni, hogy kell vele játszani, azok mellé már kiváló társ lehet. Na most azt azért tegyük tisztába, hogy nem ő az egyetlen, aki arra vár, hogy örökbe fogadják, hanem több ilyen kutyusotok is van, az előbb beszélgettünk is, körülbelül mennyi ez a szám? Hát én próbáltam idefele jövet összeszámolni, ugye egyrészt vannak a Vizöntő utcai telepünkön a teleplakók, ennél lakó, nagyobb testű, hosszabb szörű, tehát kinti tartásra alkalmasabb kutyáink, akik nagyrészt ugye felnőtt kutyák, és vannak az ideiglenes befogadóknál a kölyök kutyák, a lakásba való kutyák, az idősebb kutyusok. Tehát én most azt számoltam, hogy körülbelül olyan 42-45 kutya van az Egyesület gondozásában. Nem sokára lesz örökbefogadó napotok, hiszen most már jön a tavasz, egyre sűrűbben lesznek ilyen programjaitok. Mikor lesz az első ilyen örökbefogadó nap? 17-én leszünk a főtéren, nyílik az a, hát most meg nem mondom a nevét szégyen szemre, elfelejtettem, nyílik egy új, vagy talán már egyszer nyílott, és most ismét megnyitják egy ilyen bár, vagy étterem, nem tudom, egy ilyen családi napot rendeznek, és oda hívtak bennünket sok-sok szeretettel, tehát oda ki fogunk menni simogatható és örökbefogadható kutyákkal, illetve visszatérünk ahhoz a szokásunkhoz, hogy a telepen minden szombaton rendezünk örökbefogadó napot, hiszen a Vizöntő utcai telepünkön, ahogy említettem, olyan nagy testű kutyák vannak, akik valószínűleg így nehezebben mindenki örökbefogadó napokra, egyszerűbb, ha oda jönnek az érdeklődők, és ott meg tudják őket nézni, ott el lehet őket vinni sétálni, lehet velük ismerkedni. Ugye minden esetben azt javasoljuk, hogy mielőtt valaki kutyát választ, vagy valamelyik kutyát kiválasztja, többször menjen hozzá ismerkedni, hogy őt is megismerje a kutyus, esetleg vigye el magához egy-egy délutára vagy hétvégére, és utána, amikor már örökbe fogadja, akkor már sokkal könnyebb dolga lesz. Hogy már így kitavaszodott, most már nektek is gondolom sok feladatotok lesz, illetve sok segítségre van szükségetek. Mi is ez a segítség? Igen, hát ugye egyrészt a mindennapos kutyasétáink azok mennek reggel és esti időpontjaink továbbra is vannak. Ugye a délutáni 5 órás időpontra hétköznap meg hétvégén is nagyon sok önkéntes jön. Viszont itt a tavasz közelettével, vagy tavasszal ugye számos olyan munkálat van a telepen, amihez bizony sok segítő kézzel lenne szükségünk, hiszen azért az Egyesület tagsága nagy részt hölgyekből áll. Egy-két férfi tagunk van, és azért ilyen fizikai munkák, a javítás, barkácsoláshoz azért mindenképp férfi erő kell. Tehát tervezünk tavaszi nagy takarítást a telepünkön,
kutyaházakat kellene készíteni, mert bizony azért az idő, meg a kutyák fogai ugye leamortizálják a kutyaházakat, a kenneleket kellene újra dróthálózni, akkor lesz egy nagy projektünk, hogy a cicaházba ilyen betonfestékkel föl kellene festeni a talajt, hogy jól fertőtleníthető és mosható legyen, ugye oda is sok kéz kell, mert az is 120 négyzetméteres, hát és még egy ilyen nagy a szennyvíz elvezetést szeretnénk a telepen megoldani, tehát oda is kell majd segítségén. Azt kérném mindenkinek, mindenkitől, hogy aki szeretne nekünk segíteni, hogy figyelje az oldalunkat, mert mindig ki szoktuk írni, hogy milyen munkákra várunk segítséget. Nagy segítség, ha valaki utánfutóval vagy kis teherautóval tud segíteni, és mondjuk a lomtalanításkor rögtön tudja vinni a szeméttelepre a kiszanált dolgokat, mert azért sok minden felhalmozódik így a hónapok folyamán. Az elmúlt évekre mennyire volt jellemző, hogy összetudjátok szedni az embereket ezekre a munkákra? Hál' Istennek jellemző. Tehát nagyon sokan rendszeresen segítenek, sokan figyelemmel kísérik, hogy mikor kell segíteni, és tényleg mikor olyan nagy munkák vannak, és nagy-nagy segítségre van szükségünk, azért összejön. Összejön általában, tehát szívesen segítenek az emberek, sokan jeleznek nekünk, hogy keressük őket, hogyha szükség van a segítségükre, szükség van fuvarra, vagy szükség van olyan emberekre, akik megfogják azt a fűrészt, vagy a kalapácsot, vagy bármit, tehát hogy értenek ilyen ezermester munkákhoz. Például a kenneleink is, illetve a tárolók is úgy épültek ott a telepen, hogy teljesen én önkéntes segítőkkel anyagot kellett beszerezni, sőt, még az anyagbeszerzést is vállalták és felépítették, úgymond ingyen és bérmentve. Amikor az előbb említetted, hogy nem is adnátok olyan embernek például a kutyát, aki mondjuk nem bent tartaná, vagy van más kutya, akinek megvan a megfelelő élettere, tehát akkor kicsit így meglepődtem, hogy hoppa. Tehát, hogy valaki szeretne örökbefogadni, de vannak feltételei. Hogy az oké, hogy az állattartás az egy felelősségteljes dolog, de ti hogyan szűrtök? Hát, ha valaki jelentkezik nálunk, akkor ugye azért elbeszélgetünk. Próbáljuk az előéletet feltárni, hogy van-e tapasztalat a kutyával, mondjuk. Mert ugye kutyát szeretne mondjuk örökbefogadni. Ha volt kutyusa, akkor hány évig élt, hol tartotta, hogy tartotta, mi történt vele. Az például nagyon érdekes, ha valaki azt mondja, hogy 16 évesen halt meg az idős kutyusa, akkor valószínűleg jó dolga lehetett, hogy a 16 évig elélt. Itt nem azt mondtam, hogy kintre nem adunk kutyát, csak megvan hogy melyiket. Viszont ami fontos, hogy a kinti kutyáknál is elvárás, hogy ne az legyen, hogy van nagy kert, és akkor majd ott elszaladgál, és naponta kétszer ránézünk, amikor adunk neki enni-inni. Tehát minden kutya társas lény, és azért gondoljuk, ha kint is ez a kutya, a napi sétáltatás, vele való foglalkozás, játék, esetleg kutyaiskolába való eljárás, kutyatársakkal való találkozás, azért az nagyon-nagyon fontos. Tehát úgymond kerti dísznek a legtöbb állatvédőszervezet vagy menhely nem szívesen ad kutyát. És ezek a kutyák úgy kerülnek hozzátok, hogy ti találjátok, vagy kik azok, akik beviszik? Vagy hogyan kerül egyáltalán ez a kutya mennyiség az Egyesület kezelése alá? Hát általában ugye van az Egyesületnek egy központi ügyeleti szám, ami reggel 8-tól este 8-ig ér, és a Facebook oldalunkon is sokan megkeresnek bennünket. Ha valaki lát valahol, talál valahol kutyát igazándiból, ha valaki állatbarát, akkor ha látja, hogy egy olyan területen, ahova valószínűleg nem magától került a kutya, hanem valaki oda segítette, hogy oda kerüljön, megpróbálja megfogni és jelez nekünk. Tehát mi mindig azt kérjük, hogy főleg ezek, mikor voltak ezek a nagy mínuszok, hogyha valaki lát egyedül kóborló kutyát, azt ne hagyja ott. Mert nem biztos, hogy mi ha egy óra múlva megyünk, akkor már megtaláljuk. Tehát itt mindig az a legjobb megoldás, hogyha valaki lát, talál, akkor megfogja és utána szól, mert ilyen jelzésekkel, hogy a Sárvár és Vád között a földúton láttam szaladni egy kutyát, ezzel sajnos nem tudunk mit kezdeni. És igen, tehát általában állatbarátok fogják meg, vagy jelzik nekünk, vagy ott maradnak vele, amíg kiérünk, és akkor úgy kerülnek az Egyesülethez. Ugye első körben rögtön csippet nézünk benne, hogy nem-e véletlenül elveszett gazdás kutyus, olyankor ugye tudjuk értesíteni a gazdát. Ez főleg ugye szilveszter tájékán szokott lenni, hogy a szilveszteri riadalomba azért gazdás kutyák is világgá mennek, de sajnos azért az egyesületekhez, állatvédőkhöz kerülő kutyák nagy része nem csippes, és ezáltal nem felderíthető, hogy kié volt.
Hát nagyon szépen köszönjük, és további sok sikert kívánunk. Tehát akkor 17-én lesz az első örökbefogadó nap, egyébként a Mini Café és Teraszbárban. Igen, köszönöm szépen. És sok sikert kívánunk, és hát biztosan még látunk téged itt sok szeretettel. Jó, köszönjük szépen. Köszönöm szépen. A Premontrei Gimnáziumban nyelvi szakmai nap volt, úgyhogy nézzék meg önök is, hogy mit jelent ez pontosan. Német nyelvi szövegértési versenyhez készülődnek ezek a fiatalok a szombathelyi Premontrei Gimnáziumban. Szokatlan, de most nem kell kitenniük az okostelefonjaikat, sőt. A kérdéseket egy applikáció segítségével válaszolják meg. Ez az a korosztály, akikkel meg kell szerettetnünk az idegen nyelvet, ezért próbáljuk a modern technikai eszközöket is bevonni ebbe. Úgyhogy a szövegértési versenyünk kétfordulós, és az első forduló az egy internetes feladat, amit tulajdonképpen a gyerekek a saját mobiltelefonjaikkal oldanak meg. Így nekünk tanároknak is könnyebb, hiszen a gép saját maga javítja a feladatokat, és rögtön látjuk az első 5, illetve 10 helyezettet, és akik a legjobban szerepeltek, ők aztán megkapják a második forduló feladatát. Ezzel folytatják nyilván a versenyzést, és ez már a hagyományos módon fog zajlani, tehát elolvassák a szöveget, és utána egy monológban, egy összefoglalóban önállóan elmondják a témához kapcsolódó gondolataikat. Összesen 32-en versenyeznek a megye középiskoláit képviselve ezen a nyelvi szakmai napon, de volt más program is. A Premontrei angol lektora, iskolabeli és más intézményekből érkezett tanároknak mutatta meg, milyen módszerekkel lehet izgalmasabbá tenni a nyelvtanítást. Comic book adaptations and around those and horror and thrillers as well. Egy olyan előadással például, aminek a témája és a módszere is közel áll a gyerekekhez. One of the reasons why we've put the PowerPoint presentation. Az egyik oka annak, hogy PowerPoint prezentációt használunk a tanításban, az az, hogy szeretnénk összekapcsolni a médiát az órai anyaggal és az informatikával. Próbáljuk felkészíteni őket a jövőjükre. Fontos lesz ez számukra a jövőben az egyetemen és a munkában is. A mai prezentációt két fiú készítette a csoportból, és nálunk ez gyakori. A gyerekek élvezik, hogy használhatják a számítógépet. Jó ötlet összekötni ezeket egymással, és javasoljuk is, hogy a gyerekeket közelebb hozzuk ahhoz, amit szeretnek. A nyelvtanári szakmai nap nem pusztán egy jó ötlet volt. Az oktatási hivatal bázis intézménye lévén feladata is az intézménynek, hogy jól működő módszereket tegyen közkincsé. Várjuk a külső más iskolákból azokat a tanárokat, akik szeretnék megosztani velünk az ő tapasztalataikat, de megoszthatjuk velük mi is mindazt, amiben esetleg már egészen jók vagyunk. A nyelvi munkaközösség, angol és német szakos tanáraim rendkívül innovatívak, nagyon kreatívak, és hát hónapról hónapra szerveznek valami nagyszerűt. Jó ez a találkozó, azért is, mert a nyelvtanárok egymás között szakmai dolgokban tapasztalataikat megoszthatják. Nagyon nyitottak vagyunk, és hiszem, hogy a jövőben az idegen nyelvi kommunikáció az még inkább előtérbe fog kerülni. Sőt, a Premontrei ilyen terveket dédelget a jövőre vonatkozóan. Bízunk benne, hogy sikerülni fog. Ehhez nem csak digitális eszközökre, de újszerű szemléletre és korszerű módszerekre van szükség, állítják. Ha már a műsor elejét virágokkal kezdtük, akkor rá is térünk a virágokra. Itt az előbb a kollega már mutatta a képeken, hogy micsoda virágköltemények érkeztek a stúdióba, és hát hogy kitől érkeztek, hát Pásztorházné Magyar Mónika és Pálmai Tima parti kertészettől jöttek hozzánk. Jó estét kívánok, sziasztok! Sziasztok. Hát arról beszélgettünk itt az adás előtt, hogy vannak-e kérdések, vagy mik lesznek, hát mondom, ennyi költemény, mármint virágköltemény, biztos, hogy fogunk tudni egy csomó mindenről beszélgetni, mert hogy itt a tavasz, és hogy el lehet kezdeni ültetgetni, de hogy már kint, vagy mondjuk először bent? Hát igazából mi is már nagyon vártuk, hogy az időjárás egy kicsit jobb legyen, mert ez a tél egy kicsit megtréfált minket. Úgyhogy most ezért már kellemesebb napok érkeznek, így lehet gondolkodni abba, hogy a növényeket már ki is vigyük. Igazából ugye itt a tavasz megjöttével mindenki már egy kicsit ki van éhezve arra, hogy egy kis színpompás virágokkal találkozzanak, megjelenjenek a színek. Abszolút. Egyébként ez a nagy, ez milyen virágból van? Ez a boglárka, ázsiai boglárka.
És ezek is ez is hagymás? Hát ez a fajtája, ez nem, de lehet kapni hagymás változatot is, az éven át pompázik, akkor így májusig, de fagyérzékeny a töve, tehát azt mindig úgy kell, hogy akkor van egy nagyobb cserébe belerakni, és úgy lehet mozgatni, vagy takarni a tövét, esetleg azzal át lehet még teleltetni. Mert ugye itt van az ideje a tavaszi hagymás növényeknek. Így van, így van. Melyek ezek? Igen, nem bizony. Mert hogy én hát, nem tudom, hogy a legismertebbek azért, szerintem, amit te is ismersz, így a nárcisz, tulipán, meg ezeket. Meg vannak ezek, Gyuri. Ez persze. Ez volt, nőnap volt tegnap, tehát... Bizony, igen. És hát ugye itt is ezért szeretjük ezeket, mert sok rétű a felhasználásuk. Bent lakásban is tudják tartani cserepes növényként, vagy akár vágott virágként. De vannak nagyon sokan, akik összekirakják a kiskertjükbe, és akkor ilyenkor most már bújnak, és akkor szépen fognak virágozni. Hogyan kell elültetni egy hagymát? Igen, egy hagymát. Hát igazából ugye ezek a hagymások, amik tavasszal nyílnak, ezeket már ősszel el kell rakni. Neki kell az, hogy télen beledjenek a hidegbe, így a virágindukció megindul egy kicsit bennük, de vannak olyanok, akiknek ugye nincs lehetőségük, mert nincs kert, úgyhogy ott lehet nyugodtan cserébe rakni. Ennek is megvan a szabálya, tehát ott is jó azért kicsit hűvösebb helyre, sötét helyre rakni, figyelni, hogy ne kapjon nagyon sok vizet, de egy picit pótolni kell nekik, és akkor ugyanúgy így szépen így március végén megindulnak a kis hagymák. Itt hoztatok nekünk olyan extra dolgokat, mint például ez a növény, ami első kérdés, hogy milyen növény, a második, hogy ezt így ti fűztétek össze, vagy ez... Így sikerült nekem. Nem, ez most egy ilyen érdekesség igazából, mi is első körbe próbálkoztunk vele. Ő tulajdonképpen fűzfa, amit itt biztos ismertek, és neki még nincsen gyökere, hanem így szépen meg van fonva. De nagyon sokféle variációban lehet, és akkor később a víz a nedvesség hatására majd elkezd hajtani, hogy már ott látjátok is. De ilyenkor szépen a veszély díszítenek, és akkor ezekre tojásokat is lehet, vagy be lehet ültetni akár az alját kis kosárkába rakva, úgyhogy elég sokrétű ennek is a felhasználása. Tehát tulajdonképpen ez most így, ezek a fűszavesszők meg vannak fűzve. Igen. De? És ez így fog hajtani. Bizony. De ez maradhat is majd így, maradhat. És ez így igen, fog nőni. Igen, és még a gyökerét is egy kicsit fogja növeszteni, tehát így a cserepet benövi, meg szépen ki fog zöldelni. És ezt mindig cserébe kell tartani, vagy ki is lehet ültetni mondjuk földbe? Hát ki lehet ültetni, nem biztos, hogy ezt a formát akkor így meg tudjátok tartani, tehát cserébe nevelve így könnyebb, de ő tulajdonképpen, nem tudom, hogy a képen mennyire látszik, mint egy igen, kis igen. fa is így működik, hogy szépen akkor kizölden, és akkor kiültetve. És akkor csak locsolni kell gondolom folyamatosan. Igen. Hát én még ilyet nem is látom. Nem, de ez nagyon jól néz ki. És ez szintén ugyanaz, szintén csak egy más fonás, és már így húsvétre készülve. Bizony. Akkor, igen. És ez? Az tulipán. Az tulipán. De ez? Az a cikcakvirág. Ő egy balkonnövény, igazából nem télálló, de szobában is ugyanúgy el van ebben az kis érdekes formájával, elég kis modern. Igen, mert én először ez is egy hogy kis bokor. Újdonság. Tehát akkor ez egy virág, tehát nem egy ilyen... Nem bokor. Egy cserje, nem ha, egy nem cserje, cserje, de egy ilyen érdekes, mutatós kis növény. Ezeket azért jó, annyira hogy nagyon jó látni, hogy legalább otthon is, hogyha szeretnénk, akkor el tudjuk készíteni, mert igazából ez egy nagyon jó ötlet, igen. hogy bele van így ültetve. Hogyan kell egyébként, tehát ha én most szeretnék ültetni mondjuk nárciszt, mondjuk ilyen ládákba, akkor azt hogyan tegyem, milyen mélyre ültessem a hagymát magát, vagy egyáltalán érdemes-e neki kezdenem? Persze mindenképp érdemes, és nagyon sok variáció van, és itt a fantáziát el lehet engedni egy kicsit. Az első az, hogy milyen edényt használunk. Ha lyukas az alja, akkor nyilván a vizet ki tudja engedni, csak akkor alátétet muszáj alárakni, viszont ha nem lyukas, mivel azért a hagymások nem szeretik, ahogy már említettem, ezt a pangóvizet, ezért azért egy kavics réteget célszerű az aljára belerakni. És akkor utána egy pár centi rétegben megvan a kavics, akkor már mehet rá a föld, és tulajdonképpen a hagymákat akkor már szépen sorjába, tehát itt a kompozíció dönti el, hogy te hogyan szeretnéd. Jó, úgy mi is úgy szoktunk egy kicsit variálni, hogy a színeket is magasság szerint is, jó, hogy egy kicsit össze van hangolva. És akkor meg még lehet használni mellette, mi nagyon szeretjük mostanában a természetes anyagokat, úgyhogy itt is látjátok, hogy a kérget használjuk, a mohát használjuk, és akkor egy kis szallag az már csak dob rajta. Mik azok a növények a hagymásokon kívül, aminek most
mondhatjuk, hogy aktualitása van, vagy hogyha most valaki bemegy a kertészetbe, akkor mivel találkozhat? Hát vannak még árvácskák, abból van nagyfejű, kisvirágú, a kisvirágú az egy kicsit tovább díszít, meg jóval több virág is van rajta, azt jobban szeretik. Ezeket is szokták beültetésbe, vagy temetőbe, az ugye május végéig igazából, amíg a nyári virágok meg nem érkeznek, ez folyamatosan díszít. Milyen teendőink vannak most így a kertben, hogy már itt a tavasz? Kell egyáltalán valamit most tennünk a napokban? Hát most még célszerű megvenni, hogy az időjárás egy kicsit melegebbre forduljon, mert azért még éjszaka itt a fagyok előfordulhatnak, és lassan akkor már el lehet kezdeni a növényeknek a kitakarását, a visszavágását, esetleg nézni, hogy kell-e cserélnünk növényt, vagy van-e fagykár, és akkor ezekkel, és később aztán folyamatosan majd megkezdődnek a kerti munkák. Mennyire látjátok, hogy az emberek elindultak, tehát hogy akár a kisütött a nap, és akkor így megindultak. Nap, és kíváncsiak arra. Ki vannak éhezve nagyon így a melegségre, a színekre, az illatokra már a hosszú tél után. Tehát akkor mondhatjuk, hogy elindult az élet, és igen, most már keresik igen. Ezeket a növényeket. Hát kedves nézőink, akkor azt hiszem, hogy mindenkinek mondhatjuk nyugodtan, hogy hajrá. És akkor lehet ültetni, itt van nagyon-nagyon sok szép virág, ha csak ezekből merítenek, akkor már nagyon színes lesz, akár az erkély, akár a kiskert. Igen, én is most kedvet kaptam. Jó. Örülünk neki, hogy mennyit ültetsz majd. Fogok, majd megmutatom. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, meg a sok jó tanácsot. Hát reméljük, hogy pompázunk mi még ilyen virágokban, és hát köszönjük, hogy ezeket elhoztátok, mert nagyon jók. Örülünk neki. Nem tudom, hogy előző hétről emlékeznek-e, hogy a kerekes cukrászdában ugye itt voltak Laciék, és mondták, hogy lesz nekik majd torta kiállításuk, és mi el is mentünk a torta kiállítás, és elhoztuk önöknek, hogy milyen tortákkal készültek. Úgyhogy nézzék meg! Idén nagyon összetettek a tortatrendek, tehát egyrészt színben a lila, ami már tehát régebben volt már, és most idén megint visszatért, ugye a legposztelebb, tehát inkább a levendula árnyalata. Aztán továbbra is, tehát ha színeket nézzük, tehát a teljesen letisztult fehér, csonthéj színűek, bézs színűek, tehát ezek a nagyon kis visszafogottak. Aztán a korábbi években nagy trend volt a fémes csillogás. Most ebből már csak egy kis lehelletnyi, tehát éppen, hogy csak díszítés jelleggel. És idén a csipke, tehát mint díszítési módban a csipke, és a geometriai formák, amik nagyon mutatósak. Ugye a csipkét a ruhákban, nagyon sok csipkés ruha van, és akkor ezt próbáljuk mi is visszaadni, hogy ha a mennyasszonynak csipkés a ruhája, akkor csipkés lesz a torta is. Ebbe is többféle technikát is tudunk mutatni, színesre, tiszta fehérre. És akkor a másik, ami a geometriai formák, ugye az itt a kiállításon most egy ilyen térbeli kockásat csináltunk, ami nagyon-nagyon mutatós, modern. Vannak ugyanígy a több éves tapasztalatból olyan ifjú párok, akik meg szeretnék az egyéniségüket mutatni a tortában. És nagyon sok focisat csináltunk, szuperhősöset, hercegnőset, Miki Egereset, és akkor idén egy sziluettes nászpár ihlette azt, hogy egy szuperhős elvesz egy hercegnőt, és ezért elkészítettük ennek a tortáját, hogy az egyik fele szuperhős, a másik fele hercegnő. Mennyasszonyi tortában vannak körülbelül egy 15-20 fajta speciális főzött krémünk, amit az esküvői tortának a töltésekor ajánljuk. Ezeket a tortaízeket tudjuk leburkolni marcipánnal,
ezeket tudjuk szépen dekorálni, de akik esetleg nem felel meg ezek a tortaizek nem felelnek meg, azoknak tudjuk ajánlani itt a háta mögött is, ahogy láthatjuk ezeket az úgymond kopasz tortákat, amikbe tényleg ezekben mindenfajta krémet bele tudunk tölteni, a lágy joghurtkrémtől a csokoládékrémig minden. A pohárkrémeket most már harmadik éve, hogy ajánljuk az ifjú párnak. Nagyon sok fajta ízben el lehet készíteni. Mindegyik pohárkrém egy kisebb mennyiséget takar, úgyhogy ha esetleg valakinek az kevés volt, akkor még egyet esetleg kóstolhat. Nem egy nagy mennyiségről van így szó. Ízekben nagyon sok fajtát el lehet készíteni. Amilyen tortákat készítünk, körülbelül ugyanúgy ennyi fajta pohárkrémet is el lehet készíteni. Ha kikertészkedtük magunkat, és megvan a kutyus is, akkor nyugodtan elmehetünk mondjuk kocogni, vagy elmehetünk biciklizni, vagy nem tudom, mit csinálhatunk, de most erről fogunk beszélgetni, hiszen Vámos Gábor, az Intersport üzletvezetője itt van velünk. Szia Gábor, jó estét kívánok! Sziasztok! Mert hogy tavasz van, és akkor tavasszal ugyanúgy lehet mozogni, mint télen vagy nyáron, tehát mindig van aktualitása a mozgásnak. Te hoztál nagyon sok dolgot, akár futással, akár bringázással kapcsolatban, úgyhogy azt hiszem lesz miről beszélgetni. Kezdjük a bringázással. Amiket hoztam, ugye ez kerékpáros kiegészítők és kerékpáros ruházat. Tehát nem hozott úgyhogy futó ruházat. Nem futó. Hát ebbe lehet futni. Hát végül is bármibe lehet futni. Lehet. Egy kicsit ugye a fazon miatt nem. Az anyag maga ugyanolyan, mint egy futó ruházat, tehát hogy légáteresztő és ugye kényelmes legyen a sportolás közben. Viszont van egy-két olyan trükkös dolog ugye elrejtve a bringás ruhában, ami meg biciklizáskor nagyon jól jön. Tehát például van ugye hátul zseb ezeken a felsőkön, ami ugye praktikus, akár az iratokat eltenni, vagy egy kulacsot oda be lehet tenni, egy kis szerszámos készletet, bármi ilyet, ugye komolyabb esetekre. Valamint ugye ezeknek a ruháknak elől cipzár van, különböző hosszúságú. Ez, amit én hoztam, ez egy teljes cipzáros ruha, ez mondjuk nyáron nagyon jó, amikor mondjuk egy hűvösebb reggel elindul az ember, és utána egy picit könnyít magán, és lejjebb húzza a cipzár, de van olyan, amelyik csak ugye a felső harmadában ilyen. Ugye a bringázás, amiről beszéltünk már a futásról sokszor, a bringázás is egy ilyen nagyon divatos sport lett. Ugye ezt is lehet csapatban űzni, családosan, haverokkal, barátokkal, de akár hogyha az embernek csak éppen egymagának van ideje, akkor egyedül is el tud menni a környező utakra, kerékpárutakra, vagy éppen hegyi terepekre is egyet bringázni, mozogni. Na hát van itt sisak, mert aztán mondjuk ez most már tényleg elengedhetetlen, ahogy korábbi mondjuk 10-15-20 évvel ezelőtt nem volt használatos, de mondhatom nyugodtan a síelésre is, mert ott sem, most már azt hiszem, hogy kihagyhatatlan kelléke a sportolásnak a sisak. És ezek is specializálódnak. Gyakorlatilag igen, az elmúlt években, mondjuk az elmúlt évtizedben lett ilyen kicsit divatosabb, kicsit fontosabb dolog ez a sisak viselése. Ugye először mindenki egy kicsit óckodik ettől, hogy minek vegyek fel sisakot, hát én óvatosan megyek, meg stb. Tehát nem vagyok én olyan durva bringás, de ugye azért itt a környezetünkre is figyelni kell, tehát nem biztos, hogy mi vagyunk azok, akik miatt kell, hanem ugye országúton közlekedünk a kerékpárral, esetlegesen mondjuk egy Balaton környékén, egy sűrűbben járt kerékpárúton közlekedünk, és ugye
Ha pedig mondjuk egy csapatosan bringázás történik, akár egy osztálykiránduláson, vagy egy szervezett úton, akkor ugye ott sok minden előfordulhat, ami miatt jól jön ez a sisak. Tehát, és akkor nem beszéltünk arról, ugye, hogy például nyáron a nap ellen is véd. Tehát hogy ilyen funkciója is van. Igen. Menjünk tovább. Akkor én a gyerekbiciklikre akarok áttérni. Na jó, hát most egy csak jó. Például a zár, mert nekem azon akadt meg a szemem, nekem van zárom, de múltkor azt mondta az egyik kollégám, hogy hát az autót le lehetne zárni vele, mert hogy akkor vettem, akkor egy ilyen nagyon, nagyon acélos zárat vettem. Te most egy kicsit más típust hoztál, nem tudom, hogy zár és zár között milyen különbséget tudunk mondani, vagy mi az ajánlat? A záraknál is nagyon sokféle létezik, ugye vannak kicsit kisebb, könnyedebb szerkezetű zárak, vannak olyanok, amelyik, ahogy te is mondtad, kimondottan erős, robosztus, súlyra is már meghaladja akár a kerékpár súlyát, hogyha egy kicsit komolyabb, mondjuk egy országúti bringát nézünk, akkor van olyan zár, ami nehezebb például. Itt ugye a zár szerkezetben is azért vannak különbségek, és sajnos ugye, ahogy mondta az Eszti is, hogy az ördög nem alszik, tehát hogy sajnos nem tudunk biztosra menni eléggé a zárak tekintetében sem. Vannak praktikus zárak, mint például ez, ami hosszú, könnyen le lehet zárni vele, akár két bringát is, és hozzázárni mondjuk a tárolóhoz, de ugye vannak olyanok, amik egy kicsit merevebb és nehezebb zárak, ott egy bringa és azzal lehet lezárni. Nagyon fontos, amit mindig el szoktunk mondani a kollégáimmal, hogy soha nem a kereket zárjuk le, hanem mindig a vázat. Tehát, hogy itt ugye a váz maga az a nagyobb érték egy kerékpárnál, és ugye, hogyha csak lezárjuk a kereket, akkor sajnos nagyon sok esetben hallani olyanról, hogy már csak egy kerék volt ott és a zár egy tárolóban, tehát, hogy emiatt is például fontos dolgokat találhatnak az emberek, és tapasztalhatnak. Ez például egy nagyon jó tanács, már abból a szempontból, ugye, hogy sokszor mondták azt, hogy ugye a kereket lezárni, és már hogy könnyen lehet oldani ugye ezeket. Uh-huh. Na igaz, lehet, hogy de összegben viszont kevesebbe kerül egy kerék. Látod, ez tényleg? Igen. És hát a kesztyűről is mindenképpen beszélünk. Ugye hát a kerékpáros kesztyű. Nem mondtad, hogy a pókemberes kellene neked. Ha kisfiú lennék, pókemberes kellene. De most azért, mert pirosan festve a körmöd, ezért úgy gondoltad, hogy a piros biciklis kesztyű sokkal jobban fog hozzá passzolni. Milyen jó, hogy pirosat hoztál. Igen. Tudtad. Hát ugye így különböző színek vannak itt is, azért kerékpárhoz, kerékpáros ruhához vásárolnak az emberek, tehát megvannak itt is azok az irányelvek, ami alapján vásárol mindenki, tehát nem csak a praktikusság, hanem azért passzoljanak egymáshoz ezek a kiegészítők is. Tehát nagyon fontos, hogy ha az ember vesz egy kerékpárt, akkor már olyan kiegészítőket, olyan dolgokat vesz mellé, ugye, ami azért összhangban, szinkronban van egymással. Ha már Zeszti említett itt a bicikliket, és hoztál is be nekünk egyet, és erről is mindjárt ejtünk egy kis szót, de nekem mindig az a gondom, és az előbb beszélgettünk is erről, hogy a méretek, hogy milyen, mennyi idős gyereknek milyen méretű bringa kell, és azért jó, ha tudja az ember, hogyha mondjuk akár bemegy hozzátok, akkor végülis nálad ki is lehet próbálni, tanácsot is kap, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy például, ha én mondom, mondjuk a gyermekemnek szeretnék biciklit vásárolni, akkor azt tényleg olyat vegyek, ami az életkorának megfelelő. Igen, ez egy fontos szempont, ugye mivel kerékpárt sem rövid időre, hanem mindenki megpróbálja minél hosszabb idő intervallumra venni, és ez gyerekeknél ugye a legnehezebb, mert amíg egy felnőtt tud venni magának akár 10 évre is egy kerékpárt, addig a gyerekeknél ugye ezt úgy nem olyan könnyen lehet megtenni. Ezért kollégáimmal mindig próbálunk tanácsot adni a szülőknek. Ugye ilyenkor tavasszal van, hogy ajándékba veszik a kerékpárt, és ugye akkor nincs ott a gyerkőc, akkor ugye csak a megkapott információk, magasság, életkor alapján tudunk behatárolni mondjuk egy kerékpárt, de a legjobb eset az, amikor ott van a gyerkőc, ráültetjük egyik-másik kerékpárra, és különböző méreteket ki tudunk vele próbáltatni. Mert akkor ugye, és ezt ugye mondtad az előbb nekem, hogy akár lehet, hogy ilyen esetben akár meg is tudjátok mondani, hogy most egy méretet át is lehetne ugrani egy-egy gyermeknél. Igen, tehát nagyon sok esetben kihagynak egy-egy méretet a szülők, tehát ugye ez azért is jó, mert ugye megspórolnak egy
kis pénzt maguknak, valamint ugye sokkal hosszabb ideig tudják azt használni a gyerkőcök. A legjobb példa tényleg az, amikor fölül egy kerékpárra, és akkor látja a szülő is azt, hogy amit mondunk a kollégákkal, az nem hülyeség, és nem csak úgy belebeszélünk a levegőbe, hanem tényleg tanácsot próbálunk adni, és megtalálni a legmegfelelőbb modellt minden szempontból. Most milyen bringát hoztál? Én most egy kimondottan kicsi méretű kis gyerkőc bicajt hoztam. Van még ennél kisebb is, de ez az első olyan, ahol már ugye balonos kerék van, küllőkkel van felszerelve, tehát hogy rendes, igazi bicajra hasonlító, nem műanyag kerekes, nem olyan kerékpárról van szó, ami ugye tömörgumival van, hanem már egy tényleg vagány kis bringa. Ugye pótkerekekkel van felszerelve, ezeket le is lehet venni, tehát hogyha éppen egy olyan kis vásárló jön, aki már tud két keréken menni ilyen picikorban, akkor akár ő neki is, leszereljük ott, és ugye tud már anélkül is menni, csengő van rajta, a gyerkőcöknek egy nagyon fontos szempont. Igen. És hát itt is ugye megfelelő dizájn, tehát a kis verseny stílusú kerékpárhoz van egy megfelelő sisak például, ugye, ami címben, fazonban, mintában passzol, és ugye a gyerekeknél is nagyon fontos az, hogyha már ugye a felnőttekkel el tudnak menni egyet kirándulni, kerékpározni, akkor ott mindenképpen a sisak az fontos, ő náluk még fontosabb, mint mindig egy felnőttnél. Meg az anyag az, hogy ott a fogantyúk között van ilyen. Ugye itt van egy igen, ilyen, ami egy ilyen szivacs. Régen ugye a BMX-eknél volt jellemző, igen, hogy ott volt az igen, a kis BMX igen, feliratos szivacsvédő burkolat. Ugye ezt a gyerekbicajoknál nagyon sok esetben alkalmazzák, hogy ott legyen egy kis plusz. Kábor, azért egy mondat erejéig azért térjünk ki a futásra, még akkor is, hogyha ezt a felsővel mondjuk lehetne futni, mert ennek mindig van aktualitása, és gondolom, ahogy bejött, vagy bejön a tavasz, bejött a tavasz, bocsánat, azért a futók számára is vannak olyan dolgok, amik hasznosak lehetnek, akár felszerelés tekintetében, tehát történt-e, vagy történik-e valami fejlődés, vagy újdonság, ami mondjuk az eddigi évekhez képest mondjuk más? Hát a futás is folyamatosan ugye fejlődő sport, annak is köszönhetően, hogy egyre nagyobb média figyelem összpontosul rá. Igazából ugye nagyon sok futóverseny van, ami itt Vas megyében egyre népszerűbb ez a terepfutás például, tehát mi is próbálunk az üzletben minél szélesebb kínálatot biztosítani a futóknak, futócipő és ugye futóruházat és kiegészítők tekintetében is. Tehát ugye, hogyha valaki aszfalton vagy éppen kimegy az erdőbe és terepen akar futni, akkor megfelelő modellek legyenek. Ez a spártán részre gondolsz akár? Akár vagy? Erre is, de van ezen kívül is, tehát amikor mondjuk itt a környező vidékeken, akár Kőszeg környékén, akár Szombathely környékén, a parkerdőben különböző versenyeket szerveznek, és ott ugye nem akadályfutás, hanem csak az, hogy terepen való futás, és ugye ez is teljesen más mondjuk egy városi futástól. Ez talán az egyik kollégám, aki 10 kilométeres országos bajnok itt Szombathelyen, ő például legjobban meg tudja mondani, hogy nem mindegy az, hogy mondjuk valaki folyamatosan városban fut és viszonylag sík terepen, vagy mondjuk kimegy egy kőszegi hegységbe és ott futja le azt a 10 kilométert, vagy éppen azt az 5-öt, 15-öt, amennyi a táv. Tehát egy teljesen más felkészülést igényel, és ő szokta mesélni nekünk az üzletben, hogy akár aki nagyon jó eredményeket tud elérni mondjuk egy aszfaltos versenyen, nem biztos, hogy ugyanazt tudja egy terepen, ahol mondjuk ugyan más a szintkülönbség, tehát hogy teljesen más, hogy kell erre készülni. Hát a paletta szélesedik. Hát ez biztos. És hát ezáltal itt is egy csomó információt kaptunk. Gábor, köszönjük szépen. Örülünk, hogy itt voltál. Biztos, hogy találkozunk még a közeljövőben. Kedves nézőink, elröppent a műsoridő. Elszállt, elénekeltük, mondjam még ilyen tavaszi szavakat. Elibbent, ezt mondtad? Nem, de egész jó volt szerintem. Hát jövő héten nem találkozunk. Tényleg. Hiszen hosszú hétvége lesz. Már a tekintetben, hogy nem a műsor lesz hosszú, nem lesz műsor, és lennék, hogy olyan kipihenik magukat a hosszú hétvégén. Lehet menni biciklizni, lehet menni futni, lehet ültetni, lehet kutyákat befogadni. Rengeteg és Szombathelyi TV-t nézni, hiszen jövünk vissza, ha nem is jövő héten, de utána mindenképpen számítunk a figyelmükre. Nagyon boldog hétvégét kívánunk mindenkinek! Boldog hétvégét!
A műsor támogatója a Parti Kertészet, ahova nem csak vásárolni járunk. A műsorvezetőt öltöztette az Amnézia márka volt. A műsorvezetőt a Jean Store öltöztette. Műsorvezetőnk frizurájáról a Revitál Szépségszalon gondoskodott.